Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket a Telesuli történelem sorozatának egy újabb részén. A múltkori alkalommal a 19. század végétől az első világháború végéig terjedő időszakot próbáltuk meg átnézni közösen. Az első világháború történéseit, Románia modernizációs irányvonalainak a kiválasztását. A mai alkalommal pedig a Nagy-Románia két világháború közötti helyzetével, illetve a második világháborúban játszott szerepével fogunk foglalkozni. Mielőtt azonban elkezdenénk a Romániával kapcsolatos dolgoknak az átbeszélését, én úgy gondolom, hogy talán nem érdektelen átismételni azt a nemzetközi kontextust, amit korábban 10-es, 11-es korotokban tanultatok egyetemes történelemből. A két világháború közötti megközelítőleg két évtizednyi időszakot a demokráciával és a totalitarizmussal lehetne jellemezni. Mind ismeretes, az első világháború végén Párizsban, illetve Párizs környékén születnek meg azok a békeszerződések, amelyek szentesítették a háború utáni állapotokat, és a Párizs környéki békék kristályosodott ki az a békerendszer, amit úgy is emlegethetünk, hogy a Versailles-i békerendszer. Ez alapvetően átalakította a háború előtti nemzetközi kapcsolatrendszert és viszonyokat. Pillanatnyilag úgy tűnt, hogy a háború tanulságaiból mindenki inkább a demokrácia fele próbált meg tájékozódni. Az 1920-as években megerősödni látszott a parlamentáris demokrácia. Itt nyilván elsősorban a győztes államokra gondolok, de Németországnak is volt egy kísérlete, hogy a Weimári köztársasággal egy demokratikus rendszert építsen ki. A háború után felmerülő konfliktusoknak a békés kezelésére egy új intézményt hívtak életre, ez a Népszövetség volt, vagy a Népek Szövetsége. Ez a kollektív biztonság elvének a bevezetésére, megteremtésére törekedett a nemzetközi kapcsolatrendszerekben. A demokráciáknak a megteremtése az korán sem volt egyszerű, például Németország a háború után igen komoly területi veszteségeket, gazdasági veszteségeket kellett elszenvedjen, és az ebből való kilábalás az nagyjából az 1920-as évek első felére, közepére fog megvalósulni. De ugyanakkor Olaszország, aki a háborút a győztesek oldalán fejezte be, az elégedetlen csalódott győztesek közé tartozott, hiszen nem kapta meg mindazokat a területeket, nem érte el mindazokat a célokat, ami miatt ő belépett a háborúba, és ezek a frusztrációk, ezek az elégedetlenségek a későbbi években, évtizedben egy komoly szélső jobb oldalra való tolódását fogja mindkét országnak eredményezni. Az 1920-as évek első felében, közepén a hagyományos jobboldali pártok mellett megerősödnek a szociáldemokrata politikai alakulatok, de ugyanakkor elsősorban a Szovjetuniónak a támogatásával a szélső baloldali kommunisták és a megjelenő szélső jobboldali mozgalmak is egyre nagyobb erőre fognak szert tenni. A liberalizmusba vetett bizalom, illetve a demokrácia az hatalmas csorbát fog szenvedni az 1929-33-as gazdasági világválságban, mivel hogy az a háború után éppen frissen magához térő gazdaságokat nagyon megviselte, és a társadalmak egyre inkább a szélsőségekben, főleg a szélső jobb oldalban fogják a kiutat keresni a válsághelyzetből. Az 1930-as években a Szovjetunió vezetője Sztálin szélső baloldali kommunista diktatúrája mellett megerősödött a szélső jobboldali olasz fasiszta Benito Mussolini, valamint Németország náci diktátora Adolf Hitler is 1932-33-ban megszerezte Németország vezetését, és ezzel elkezdődött Németországban is a náci diktatúrának a kiépülése. A bolsevikok, a kommunisták az osztályharcban, a proletár diktatúrában látták a
kommunizmushoz vezető útnak a megvalósítását, a fasiszták meg a nemzeti szocialisták, vagy ismertebb nevükön a nácik, azok a szélsőséges nacionalizmust és a rasszizmust helyezték előtérbe. Igazából a szélső baloldal és a szélső jobboldal ideológiában különbözött, viszont a megvalósításban nem igazán. Mind a két szélsőséget, az egypártrendszer, a terror, a cenzúra, a propaganda, a személyi kultusz jellemezte. Ebben a kontextusban mi a helye Romániának a 20-as években, 30-as években? Hát az 1920-as évek kezdetét az jellemzi, hogy Románia megpróbálta az új helyzetet kezelni. Itt elsősorban az újonnan csatlakozott területeknek az integrálására gondolok, a közigazgatásnak, a szállításnak, a pénzügynek az egységesítését. Ugyanakkor azt sem kell figyelmen kívül hagyni, hogy jelentősen megnőtt a nemzeti kisebbségeknek az aránya az ország lakosságán belül, ezt a helyzetet is kezelni kellett. Ugyanakkor még a háború végén ígéretek hangzottak el, ez pedig a választójogi reformra, illetve a földreformra vonatkozott. Ezeket a korábban háborús időben tett ígéreteket próbálják meg beváltani az 1920-as évek, 10-es évek végén, 20-as évek elején. Az első ilyen intézkedés az az 1918-ban bevezetett választójogi reform volt, ami azt eredményezte, hogy a korábban megszokott cenzusos választójog helyett általános választójogot vezettek be. Ez a 21 évet betöltött férfiakra vonatkozott, a nők továbbra sem rendelkeztek választójoggal. A másik nagyszabású intézkedés az az 1921-es földreform volt. A földreformot nagyszabású kisajátítások előzték meg, tehát nagy birtokokat kisajátították, és ezt követően körülbelül 6 millió hektárnyi birtokot, területet osztottak szét 1,4 millió családnak. Ez hosszú távon továbbra sem jelentett megoldást, mert hogy egyfelől a birtokok viszonylag rövid idő alatt elaprózódtak, másfelől pedig a technológia, amit a földművesek, a parasztok használtak, az sem volt alkalmas arra, hogy gazdaságosan lehessen ezeken a birtokokon mezőgazdasággal foglalkozni. Az új területek csatlakozásával, főleg Erdélyre gondolok itt, az ipari termelés a Romániának megduplázódott, de emellett továbbra is a mezőgazdaság maradt a meghatározó gazdasági ágazat. A pártok esetében is módosulások következnek be, míg az első világháború előtt a Nemzeti Liberális Párt és a Konzervatív Párt határozta meg Románia politikai életét. Ebből a két háború előtti pártból az egyik eltűnik. Ez volt a Konzervatív Párt, úgyhogy a háború előtti pártokból a Nemzeti Liberális Párt fog megmaradni. Viszont alakul egy új párt, ez lesz a Nemzeti Parasztpárt. Ez a korábbi erdélyi román nemzeti pártból és egy kisebb ókirályságbeli parasztpárt összeolvadásából alakult ki. Vezető személyiségek közül Júliu Mániút, John Mihalákét, illetve Virgil Magyarut említeném meg. A Nemzeti Liberális Párt volt talán a egyik legnagyobb haszonélvezője az egyesülési folyamatnak. 1922 és 1926 között ők voltak kormányon, és ez alatt az időszak alatt zajlanak le mindazok a reformok, mindazok az intézkedések, amiket az imént felsoroltam, és ne hagyjuk figyelmen kívül az 1923-as alkotmányt sem, ami az új viszonyoknak megfelelően próbálta Románia működését szabályozni. A liberálisok azok a korábbi álláspontjukhoz hasonlóan továbbra is úgy határozták meg a fejlődés útvonalát, hogy saját magunk által. A párt élén megint csak a Brătianu családnak a tagjait találjuk, például Ion-Ionel Brătianu, Gheorghe Brătianut, de mellettük még talán érdemes megemlíteni a később meggyilkolt Igé Dukát is. A liberálisok azok továbbra is a hazai tőkét próbálják előnybe részesíteni.
olyan iparágakba próbálnak befektetni, ami korábban talán kevésbé volt hangsúlyos, ilyen volt például a kőolajkitermelés vagy a fényfeldolgozás. A parasztpárt a nevéhez hűen egy olyan iparszerkezetbe gondolkozott, ami elsősorban a mezőgazdaságot kellett volna és a parasztságot támogassa, és ő a nyitott kapuk politikája mellett érvelt, ami azt jelentette, hogy a fejlesztéseket, a reformokat azokat jellemzően külföldi tőke bevonásával képzelték el. A két nagy párt mellett voltak kisebb pártok is, például érdekesség kedvé említem a kommunista pártot, ami 1921-ben alakult meg, de mivel úgy ítélték meg a korabeli vezetők, hogy nemzetellenes, országellenes politikai beállítottságú, ezért 1924-ben betiltották. És hogyha van szélső, vagy volt szélső bal, akkor mellette fog jelentkezni hamarosan a 20-as évek végén, 30-as évek elején a román szélső jobb is. Ezek közül a Szent Mihály Arkangyal légióját, illetve annak a katonai szárnyát, a Vasgárdát említeném meg. Ezt a mozgalmat, ezt a szervezetet, az idegenellenesség, az antiszemitizmus, a vallási túlfütöttség jellemezte. Időnként még akár a politikai gyilkosságoktól sem rettentek vissza. Hasonlóan az európai folyamatokhoz, Románia esetében is a 30-as évek közepe, második fele az a szélső jobb térnyerését fogja eredményezni. Az évtized végén, 1938-ban pedig II. Károly személyi önkényuralmi rendszere fogja kezdetét venni, és a II. Világháború alatt pedig Ion Antonescu tábornoknak a katonai diktatúrája fog következni. Az előbb említettem az 1923-as alkotmányt. Az 1923-as alkotmány liberális szemléletet képviselt, mint utaltam rá, fontos módosulás volt a korábbi 1866-os alkotmányhoz képest, hogy a férfiak azok általános választási joggal rendelkeztek, és megjelenik a választási prémium törvény, hogy amelyik párt megszerezte a szavazatoknak 40%-át, megkapta a parlamenti többséget, ez ugye a választások eredményét felül írta. A királynak továbbra is jelentős hatásköre volt a végrehajtó hatalomban, például tetszés szerinti kormányfőt nevezett ki, akár választásoktól függetlenül is. A királyi család történetében 1925 és 30 között volt egy dinasztikus válság, ennek az volt a lényege, hogy a jövendőbeli II. Károly 1925-ben lemondott a trónnal kapcsolatos jogairól, és 1927-ben, amikor első Ferdinánd király meghalt, akkor egy régens tanács fogja átvenni Romániának a kormányzását. Végül 1930-ban a parasztpártnak és Julia Mániunak a támogatásával Károly visszatért, és újra ő lesz Romániának az uralkodója. A 1938-ban II. Károly, aki korábban megpróbálta a Vasgárdát, a légionárius mozgalmat az irányítás alá vonni, ez nem sikerült. 1938-ban egy államcsínyt hajtott végre, és ezzel egy tekintélyelvű rendszert vezetett be. Politikai pártokat felszámolták, helyettük egy királyi párt, az úgynevezett Nemzeti Újjászületési Front vagy Nemzetpártja alakult ki. A parlament a királynak rendelődött, alá ostromállapotot vezettek be, cenzúráztak, átszervezték Románia közigazgatását, és ezt követően 1940-től, mint ahogy utaltam rá korábban, Antonescu tábornok rendszere a királyt háttérbe szorította, rendeletekkel kormányzott, és elég hangsúlyos fajvédő törvényeket léptetett érvénybe, ami az antiszemitizmustól sem volt mentes.
Romániának a külpolitikája az alapvetően a 20-as években, 30-as évek elején a versailles-i rendszerbe próbált beilleszkedni, beágyazódni. Francia barát külpolitikát folytattak, és különböző regionális szövetségekben vett részt Románia, például ilyen volt a Kisantant vagy a Balkáni Egyezmény. A kor diplomatái közül érdemes Nicolae Titulescu-nak, Igi Dukának, illetve Grigore Gafencu-nak a nevét megjegyezni, akik ezekben a szövetségekben, illetve ezekben a szervezetekben játszottak meghatározó szerepet. 1939. szeptember 1-je Németország megtámadja Lengyelországot, ezzel kezdetét veszi a második világháború. Ezt azonban elég sok háborúra utaló jel előzte meg. Japán, Olaszország, Németország egyre agresszívebb volt a 30-as évek elején, közepén. Ehhez pedig Franciaországnak és Nagy-Britanniának az elég nagyfokú engedékenysége társult, és ez a kettő, a tengerhatalmak agresszivitása és a nyugati hatalmaknak az engedékenysége a versailles-i rendszer összeomlásához vezetett. 1939. augusztus 23-án egy szovjet-német meg nem támadási szerződés születik, ezt Ribbentrop-Molotov paktumként is szokták emlegetni, és ennek egy titkos záradékaként a náci Németország és a kommunista Szovjetunió Kelet-Európát befolyási övezetekre osztotta fel egymás között. A német támadást követően a Szovjetunió is megtámadta Lengyelországot, ezzel Lengyelország egy ideig eltűnik Európának a térképéről, és Németország gyakorlatilag akadálytalanul folytatja az agresszióját egészen 1940. júniusáig, amíg Franciaország kapitulál, és gyakorlatilag Európának a meghatározó része Németország ellenőrzése vagy akár uralma alá fog kerülni. Mit tehet ebben a helyzetben Románia? Amikor szembesül II. Károly a versailles-i rendszernek az összeomlásával, megpróbál egyfajta irányvonalváltást bevezetni a román külpolitikában. Azonban 1940. június 27-én szovjet ultimátumot kap Románia, amelyben a Szovjetunió, Besszarábia és Észak-Bukovina kiürítését fogja követelni. Hiába, hogy Románia megpróbál egy német barát kormányt, a Gyöngyurtú kormányt működtetni, a későbbiekben 1940 nyarán a Szörényvári, vagyis Drobéta Turnus Severini román-magyar tárgyalások azok sikertelennek bizonyulnak, és ezért felkérik az olaszokat és a németeket egy döntőbíráskodásra, ebből születik meg a második bécsi döntés 1940. augusztus 30-án, ami nyomán Észak-Erdély Magyarországhoz fog kerülni. És végül ennek a területveszteségnek a harmadik utolsó eleme 1940. szeptember 7-e lesz, amikor Krajován a Bulgária és Románia egy egyezmény keretén belül arról határoz, hogy Kadrilater, vagyis Dél-Dobrudzsa visszakerül Bulgáriához, és egy román-bolgár lakosságcsere is le fog zajlani. Mindezeknek a hatására II. Károly lemondott a trónról, elméletileg a fia Mihály javára, azonban a tényleges hatalom az Ion Antonescu tábornoknak a kezébe fog kerülni, aki szeptembertől a légionáriusokkal, vasgárdistákkal közösen fog kormányozni. Ezt az időszakot úgy is lehet emlegetni, hogy a nemzeti légionárius államnak az időszaka. Végül 1941 elején a légionáriusok lázadnak, teljes hatalmat akarták megszerezni. Ezt a lázadást Antonescu leverte, és ezután egyfajta katonai diktatúra fog kialakulni. Katonai szakértői kormány alakul, rendeletekkel kormányoz, és a királynak továbbra is csak jelképes szerepe van. Románia 1940-ben csatlakozott a tengelyhatalmakhoz, és megérkeznek az első német csapatok az országba.
Ebben a helyzetben a román hadsereg 1941. június 22-e után részt vesz a németek által a Szovjetunió ellen indított támadásban. Először Besszarábiának a visszafoglalása volt a cél, aztán majd átlépik a Dnyeszter vonalát, és Dnyeszteren túli szovjet területeken is harcolnak, Odessa egészen Sztálingrádig nyomulnak előre, ahol hatalmas veszteségeket fognak szenvedni. 1943-ban, amikor kezdett egyértelművé válni, vagy érzékelhetővé válni azt, hogy a tengelyhatalmak talán nem fognak győzni, a titkos tárgyalásokban kezdenek a román diplomaták, megpróbálják Románia számára egy kedvezőbb helyzetet teremteni az antifasiszta szövetséggel folytatott tárgyalások során, megalakul az úgynevezett nemzeti demokrata tömb, amiben a régi hagyományos pártok képviselői voltak jelen. 1944 nyarán a szovjetek Moldva irányából betörtek Romániába, áttörték a frontot, és ezt a helyzetet kihasználva 1944. augusztus 23-án Ion Antonescut és a kormányt letartóztatták, Mihály király nyilatkozatot intézett az ország lakóihoz, és Románia átállt a szövetségeseknek az oldalára. Egy új kormány alakult egy tábornoknak, Konstantin Stănătescunak a vezetésével, és az ország szovjet megszállás alá került, a román hadsereg pedig szovjet parancsnokság alatt tovább fog harcolni a frontokon. Ezzel a mai alkalom végéhez értünk. A II. Világháború után Romániában egy új helyzet fog kibontakozni, amiről majd következő részben fogunk beszélni. A mostani részben elhangzottakkal kapcsolatosan a tankönyv 40-45, 48-49, 52-53, 74-76, 98 és 101-es oldalain találtok részletes információkat. Én megköszönöm a figyelmeteket, további jó munkát kívánok!